Újévi koncert Bécsből. Ides Tova lassan-lassan 100 éve már, hogy minden január 1-én a Musikvereinből a bécsi filharmonikusok csodálatos előadásában felhangzik a Strauss család muzsikája. Fantasztikus élmény szerintem nagyon-nagyon sok embernek. Szerte a világon 1,5-2 milliárdan szokták nézni a televíziós közvetítést. És engedjenek meg annyi személyes beszámolót, hogy nagyjából 4 éves koromtól kezdve a nagyszüleimnél én is mindig az újévi koncertet néztem 1-én. És a nagyszüleim mindig fohászkodtak, hogy ó, bár csak egyszer eljutnának ők is oda. Én idén eljutottam. Igaz, hogy nem az elsejei nagy koncertre, hanem a 30-aira. 3 előadást tart a bécsi filharmonikusok tartanak, 30-án, 31-én és 1-én. Ugyanaz mindegyik, egyetlen egy különbség van, hogy az a csodálatos virág pompa, az csak az elsejei koncerten szerepel. No de, a lényegre visszatérve. Ott ültem tehát a Musikverein aranytermében, abban a csodálatos, lenyűgöző teremben hallgattam ezt a csodálatos zenét, és ahogy vége lett, utána értesültem arról, hogy a koncertet megelőzően az osztrák közszolgálati televízió interjút készített a koncert karmesterével, ahol 2 kérdést sikerült föltenniük. Az egyik így szólt. Van-e még egyáltalán létjogosultsága az újévi koncertnek? A karmester úr, egy csodálatos ember, hál' Istennek megőrizte nyugalmát, és helyre tette azt az idiótát, aki ezt a kérdést feltette. Ám az idióták azok onnan ismerszenek meg, hogy nem hagyják könnyen magukat, úgyhogy mindjárt jött a következő kérdés, miszerint nem kéne-e a Radetzky marsot kihagyni a műsorból, most, hogy Ukrajnában háború van. És ül az ember, és nem hiszi el, hogy amit hall, az valóság. Pedig valóság. 2022-ben megkérdezi az osztrák közszolgálati televízió riportere a karmestert, hogy azt a Radetzky marsot, ami ugye a legutolsó ráadás, a legnépszerűbb zenedarab, hogy azt nem kéne kivenni a műsorból az ukrán háború miatt. Azt a Radetzky marsot, amit idősebb Johann Strauss 1848. augusztusában komponált, egyébként a császári tábor szernagy Radetzky tiszteletére, aki megnyerte a Kossuth-utcai csatát. Itt tartunk ma. Az újévi koncert Ausztria legismertebb és legnagyobb kulturális export terméke. Újévi koncert nélkül nem is nagyon van osztrák kultúra. Vagy legalábbis, hogyha azt kivesszük belőle, akkor olyan léket ütünk az osztrák kultúrán, ami befoltozhatatlan. És ennek az országnak a közszolgálati televíziójában mind a koncert létjogosultságát, mind az ott elhangzott zeneszámok létjogosultságát kétségbe vonják. A múltat végképp eltörölni. Ezzel a remek mondattal indultak csatába a bolsevikok. Ezek ma, akik Európában, ezekben a televíziókban és újságokban tevékenykednek és sajnos levegőt vesznek, ezek sokkal rosszabbak még azoknál is. És végezetül, hadd idézzem ide, a nagyszerű karmester csodálatos mondatát a koncertről, aki csak ennyit mondott, Nietzschét idézve, zene nélkül az élet hiba lenne.